Az a hír járja, miniszter úr, hogy Karcag városa az önhiki támogatásból, amely 256 millió forint igénylés lett volna, semmit nem kapott a város. Ön ezt hogyan látja? 400 millió forint rendkívüli kormányzati támogatást kapott Karcag városa az elmúlt év utolsó napjaiban. Ez lényegesen nagyobb, mint amire bárki számított, és a város működését, fejlődését szolgálja. Ez egy nagyon fontos kormánydöntés, amelyet a legnagyobb mértékig támogatott Varga Mihály miniszter úr és jó magam is. Látom azt, hogy vannak, akik nem olvasnak magyar közlönyt, önkormányzatban dolgoznak olyan jobbikos képviselők, akik nincsenek tisztában azzal, hogy mi folyik a városban, elkerülte a figyelmüket ez a jelentős összeg. Hát én bízom benne, hogy nagyobb lesz az odafigyelés, és a kisebb dolgok mellett a nagyobbakra is kellő gondot fognak majd fordítani. Óriási eredmény ez, lehetővé teszi azt, hogy Karcag városa jó anyagi kondíciókkal kezdje az új esztendőt, és én ajánlom azt a jobbikosoknak, hogy mielőtt a Kurucinfóban nagy cikkeket írogatnak, legyenek figyelmesebbek, tájékozódjanak alaposabban. Itt emlegetik azt is, hogy a fideszes parlamenti képviselők, miniszterek érdekérvényesítő képessége az rendelkezésre áll-e. Jó néhány nehéz dolgot meg tudtunk már oldani. Ez az összeg meggyőződésem önmagáért beszél. Azok pedig, akik a fideszes érdekérvényesítő képességet hiányolják, szerintem még életükben nem tudtak egyetlen komoly dolgot sem elintézni. Különböző hírportálokon megjelent, hogy Karcag városa elesett 256 millió forint önhiki támogatástól. Polgármester úrnak mi erről a véleménye? Hát ez egy szerencsétlen hazugság természetesen. Egy olyan hírportálon jelent meg, amit mögött egyértelműen a Jobbik áll. Ez a hír is bizonyítja, hogy teljességgel tájékozatlanok, és úgy nyilatkoznak, és úgy adnak ki különböző híreket, ami teljesen megalapozatlan, hogy nem néznek utána annak, amit mondanak. Az önkormányzat valóban 246,6 millió forintosan kikire pályázatot nyújtott be. A cikkben az jelent meg, hogy 0 forintot kapott az önkormányzat. Ehelyett most már hivatalosan is közölhetem, hogy 400 millió forintot kapott a város, tehát sokkal többet, mint amennyit igényelt. Úgyhogy amit abban a cikkben olvashatunk, az egy teljesen valótlan állítás. Hogyan látja, polgármester úr, milyen most az önkormányzat anyagi helyzete? Hát természetesen továbbra is nagyon-nagyon kemény takarékosságra van szükség, ennek fényében is, hogy azt a 400 millió forintot kiharcolták azok a miniszterek. A város képviselik az országgyűlésben dr. Fazekas Sándor, illetve Varga Mihály miniszter urak. Nagyon jól jött ez a támogatás természetesen, okosan fogjuk felhasználni. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm a lehetőséget.